Sziasztok! Frici vagyok, szabadfilmes, és ez a délvidéki erdélyi felvidéki garázsloggerek, kulturális kreatívok, fiatal videósok, netrádiósok egyik magyarországi stúdiójából egy mikrofonteszt. A magyar hangom kedves szinkronművészünknek köszönhetően Lengyel Judit. Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Na, elindultunk akkor Judithoz. És miért is megyek most egy hangfelvétel ügyében? A válasz egyszerű, ugyanis az a tapasztalat, mint nyugaton, mint itthon, hogy az emberek, kollégák, vagy youtuberek, vloggerek általában pont a hangon próbálnak spórolni mindig. És ezt kevesen fogadják el, de a végeredménynél mindig látszik és hallható is, hogy a hang az mindig 50% szokott lenni, tehát ugyanolyan fontos, mint a kép. Sőt, valamint fontosabb, mint a kép. Na most ezt az emberek nem szeretik elfogadni, sőt, ahogy látom, a fiatal bloggerek, youtuberek és a hangon próbálnak munkát, vagy pénzt, vagy időt spórolni, ami szerintem öngól, közép és hosszú távon is. Úgyhogy én egy ilyen mezei szabadfilmes, a hangot nagyon fontosnak tartom. És azért tettem be a saját kütyüimet, két hátizsákba most, legalábbis a hangcuccokat. Ugye elvigyem Judithoz, mert ő legutóbb egy próbafelvételt készített nekünk, Muzsi Attila barátomnak, a korábban említett erdélyi, dévai rádióstúdió asztalos mester barátomnak és nekem. Szóval Judit készített egy ilyen promót, amit a saját telefonjával vett föl, és ahol Judit dolgozik, annál a média cégnél Budapesten, melynek a nevét most nem akarom kimondani. Szóval ott nem tudja használni a stúdió cuccukat, és hát spórlás miatt, ezért most gyorsan autóba vágottam, és fölmegyek Budapestre, hogy Judit lakásában tudjunk készíteni pár ilyen promót Katinának, meg nekem is. A hallgatók, a nézők, sokszor a youtuberek sem nagyon tudják azt, hogy bizony egy ilyen profi bemondó, vagy voiceover artist, az egy komoly munka, és például Judit a mai napig jár beszédórákra, ezt mindig el szoktam mondani nekem. Tehát az, hogy szinten tartsa magát, és hát manapság annyi sarlatán van a szakmában, és középszerű emberek, nem akarok én senkit megbántani, de ez is egy piac lett, úgyhogy nekem megéri az, hogy ha minőséget szeretnék, és Attila is minőséget szeretne, akkor inkább elmegyek Judithoz, mert ő nem tud nagyon mozogni, oda van kötve a budapesti életéhez, és inkább elkészül egy jó minőségű felvétel, amit most fogtok hallani, tehát hogy mekkorát tud dobni egy alkotáson, amikor egy jó hang felvezető van, és milyen sokat számít ez. Azért más tészta, egy másik kérdés, hogy pont mostanában ezzel a mesterséges intelligenciával még a szinkron színészeknek, vagy a bemondóknak, a fölkonfoknak hát veszélybe került a létük, mert most már a mesterséges intelligencia olyanokat tud, hogy tényleg nehéz megkülönböztetni egy gép hangot, egy gépi színész hangot, bemondó hangot, egy igazi emberi hangtól. És számomra az egy, és számomra az vérlázító, és tényleg idegesítő, hogy ott tartunk, hogy ezen is spórolni akar mindenki, amikor hosszú távon nem fogják föl az emberek, hogy egymást lehetetlenítjük el, és most finom voltam és nőies. Tehát aki jó munkát végez, minőségi munkát végez, versenyképes, stb., azt meg kell fizetni. Mert ha szeretnénk minőségi anyagot, emberi életet, emberséges életet, és nem pedig gépekkel kommunikálni, ezek a szakmák, ezek a hivatások el fognak tűnni, hogy ugye szinkronszínészet, stb.,
akkor mi fog nekünk maradni? Ezek az emberek találnak majd esetleg máshol munkát, nagyon nehezen egyébként, jobb esetben, és utána ennyi. Aztán mindenki síri, hogy jaj, ilyen embertelen ez a világ, miközben mi vagyunk érte felelősök. Nekem nagyon fontos volt mindig az utóbbi 20 évem alatt, mint szabad filmesként, vagy most blogger kellek én is néha, hogy legyen egy jó kör, akiket én is boldoggá tudok tenni az alkotásokkal, amikben én meghívom őket, és a maximumot nyújtva a tőlem telhető módon a tiszteletdíjukat megfizetem, mert fontos nekem, hogy ők is jó legyenek. De ezt tanítani kellene szerintem, már sajnos itt tartok, mert ezt mondjuk a családban kéne már gyerekkorban elkezdeni, hogy megértetni az emberekkel, hogy a sportlás, hogyha túltoljuk, akkor ez egy öngól, és minket fog teljesen tönkretenni, és embertelenebb lesz a világunk. Tehát ezt az attitűdöt, ahogy látom, Magyarországon sem, de Nyugat-Európában meg pláne, nem nagyon tartják be. Tehát ezért is fontos, hogy szerintem beszéljünk erről, és lássák az emberek, hogyha jól bánunk egymással, mindenki megkapja a tiszteletdíját, megfelelően a honoráriumán, akkor az közép-hosszabb távon mindenkinek jó. Mind minőség, mind pénz miatt is. De ezt föl kéne fogni, és ehhez viszont bizonyos emberi, morális minőségeket ki kéne küzdeni, és meg kéne tanulni. És ez most nem Litánia, meg stb., hanem ez a való világ. Csak erről szinte senki soha nem beszél, legalábbis a mainstream médiában. De mindenki egymás háta mögött károg, egymás nyírják, miközben olyan egyszerű lenne, hogy emberségesen bánjunk egymással a szakmában is, és úgy bánjunk a másikkal, mint ahogyan azt szeretnék, hogy velünk bánjanak. Ezt már sokszor elmondtam, és lám-lám, most nincsen semmi baj, én szívesen fölmegyek Budapestre, persze fáradtság, meg benzinpénz, és azt nekem senki nem fogja fizetni, de nekem örömet okoz az, hogy egy nagyon jó minőségű felvétel fog készülni, amit mindjárt fogtok hallani. Egy csomó munkával jár, az ember izzad, kiköpi a lelkét, de elkészül, és jó. És remélhetőleg a közönség ezt érezni fogja, és akkor ugye több a nézettség, és remélhetőleg a nézők is meg lesznek elégedve ezekkel a dolgainkkal. No. Úgyhogy most lassan elhagyom Zsámbékot, és hamarosan a pesti oldalon leszek, Lengyel Judit művésznő lakásán, és onnan folytatjuk akkor. A fiam is kérdezte egy nap, hogy mi kéne neked a rádióhoz, hogy beinduljon. Azt mondtam, egyszerűen csak az, hogy komolyan vegyenek. Semmi más. De mi olyan nehéz, ember? Fogod a telefonodat, felmondod egy versedet, ember. Felmondod háromszor. Elküldöd, én bekeverem. Van egy pár ismerősöm a Fészen, termelők. Nagyon szépeket írnak arról, amit ők csinálnak. A képekben úgy ítélem meg, nagyon jó sajtokat csinál. Jókat ír. Na, szeretném megkeresni őt is. Mondd fel, ember, mondd fel egy pár dolgodat, és felveszem, átküldöd, kikeverem, feltesszük a rádióra, és így tovább, így tovább. És akkor, ha már van 10 ilyen mondjuk a rádióban, akkor azt mondják, hogy hána oda, ugye, tehát nem hova, oda. Én amikor ezelőtt 30 évvel elmentem Budapestre az IKEA-hoz, amikor ott is alakult egy IKEA, elvitt egy haverom, és én ledöbbentem, én akkor jöttem rá, hogy ez mennyire koncentrált marketing van benne, mindent, abszolút mindent felülel. Tehát attól kezdve, hogy nyilak vezették, hogy hol kell menjél, ha nem követted a nyilakat, akkor eltévedtél, és viszont a nyilak úgy vezettek, hogy mindent lássál. Mindent, amit el tudsz képzelni. Mikor kijöttél, akkor az volt az érzésed, hogy IKEA-s lettél. Tehát, hogy ez a koncepció neked nagyon tetszik. Na most, ugye én asztalos vagyok,
Én észrevettem, hogy itthon, legalábbis Erdélyben, mind a mellett, hogy vannak nagyon jó hagyományaink, minden szinten bútor, építkezés, minden, mégis ilyen IKEA-sak lettünk, mert nem volt más opció. És akkor fogalmazódott meg bennem, és mind próbáltam ezt másoknak is elmondani, hogy alkossuk meg a saját IKEA-nkat, tehát a saját dizájnunkat, a magyar dizájnt. Mert kérdezték, hogy de hogy? Hát úgy. Tehát, hogy van egy deszka, és akkor abba vigyünk be valamit, ami magyar. Ennyi. Nem kell állandóan kicifrázni mindent. Tehát csak ugye, hogy bemész az IKEA-ba, egyértelműen érzed, hogy minden skandináv. Abszolút minden.